A délszláv konfliktust Milosevic annak idején a Vajdaságban kezdte, azzal, hogy megszüntette a tartomány autonómiáját. De ezt az aktust akkor nem követték véres cselekmények, hangzott el az Európai Parlament berendezett közmeghallgatáson, amelynek a vajdasági nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetének vizsgálata volt a célja. Az autonómia visszaállításának ügye azonban mind a mai napig tabu téma, mert sokan attól tartanak, hogy az autonómia az első lépés lenne az elszakadás felé. Az európai közeledés ellenzői pedig úgy igyekeznek beállítani, mintha a vajdaság lenne az uniós tagság ára, és az északi tartományról is ugyanúgy le kellene mondaniuk a szerbeknek, mint nemrég Koszovóról. Az Európa párti liberális politikai vonulat Szerbiában még viszonylag gyenge, a civil mozgalmak között sem meghatározó, mondja a Helsinki Bizottság szerbiai elnöke. Ezért van szükség olyan rendezvényekre, mint ez is. Mi is úgy érezhetjük, hogy részei vagyunk Európának, hiszen Európa a saját ügyeinket vitatja meg velünk. Az Európai Parlament már 2004-ben határozottan elítélte a főként magyar ellenes etnikai indíttatású erőszakos cselekményeket. Majd 2005-ben tényfeltáró delegáció is vizsgálódott a délvidéken. Azóta a hivatalos adatok szerint javult a helyzet, mások szerint viszont nem. Azokkal nem lehet mit kezdeni, amikor azt mondják, hogy javult a helyzet, kevesebb az incidens, hiszen a kiváltó okok nem változtak, menekülteket a vajdaságból vissza nem telepítettek, jobb helyzetbe nem hoztak, a történelemoktatás nem változott, az aránytalanság a kisebbségeket illetően nem változott. Tehát mire tudnám én azt alapozni, hogy a helyzetet kiváltó okok javultak, és mivel a közbizalom pedig hiányzik, ezért a statisztikákban meg nem lehet bízni, a hivatalosokban főleg nem, a civil statisztikák pedig azt mondják, hogy a helyzet nem javult. Tény. A közigazgatásban, a rendőrségnél a kisebbséghez tartozó foglalkoztatottak száma jóval elmarad a népességben meglévő számarányuktól, és nem szűnnek az erőszakos cselekmények sem. Ez tartóssá teszi a feszültségeket, ami Belgrádnak sem jó, ha valóban közeledni akar az EU-hoz. Becsei Zsolt ugyanis idézte a német CDU határozatát, miszerint az Unióban nem kívánatos olyan csatlakozó állam, amelynek gyakorlata eltér az európai politikai kultúra alapvonásaitól. Vagyis, ha nem lesz változás a vajdaságban, az Szerbia uniós csatlakozását hátráltathatja.